magyar-lengyel imakörút keretében érkezett Keszthelyre a Częstochowai Fekete Madonna pontos mása. A kegykép eredetie a lengyelországi Częstochowában van, a Fényes hegyen álló pálos kolostorban. A feltehetően a 14. századból származó Mária ábrázolás sok viszontagságon ment keresztül, de több csoda okán nem tudták elvinni a Fekete Madonnát a helyéről, mondta el a Szent Mise előtt dr. Csébi Géza. A Lengyel Köztársaság tiszteletbeli konzulja hangsúlyozta, a lengyelek számára rendkívül fontos a kegykép, melyet nagy tisztelet övez. A lengyelek a madonnás zászló alatt vonultak csatába, és tudjuk azt, hogy több mint 130 évig Lengyelország három részre volt szakítva, és az egyik rész az orosz birodalomhoz tartozott, és akkor Sándor cár azt mondta, hogy a legnagyobb ellenfelünk a Częstochowai Madonna, mert ő védi a lengyeleket. Nagy öröm a város és a hívek számára, hogy Keszthelyre érkezett a kegykép, mondta el Tá Zoltán. Hozzátette, a Częstochowai Fekete Madonna itt léte a lelki közösséget mutatja a lengyel és a magyar nép között. A kegykép mindig is az egységet szimbolizálta az egész lengyel nép számára. Azt gondolom, hogy mint nálunk a Szent Korona, ez egységet szimbolizálja, nem szimbolizál, jelenti, és összefogja a Szent Korona alá tartozó nemzeteket, így a magyarságot. Ugye azt jelenti számunkra, hogy ez a kegykép másolata megjeleníti az egység motivumát, Mária, aki az egység asszonya, aki Krisztus hozta a világra, aki pedig számunkra elhozta a megváltást, az üdvösséget. A kegykép eredetileg pünköstkor érkezett volna Keszthelyre, a járvány miatt azonban szeptemberre csúszott az esemény. A Szent Mise mellett virrasztást és közös szentórát is tartottak, illetve a ranolderes diákok is meglátogatták a kegyképet. A Częstochowai Fekete Madonna pontos mását hétfőn szállították tovább Keszthelyről. Magyarországi útja a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson zárul szeptember 20-án.